A véres feszület iszonyatos esete Londonban történt meg 1887-ben. És Mr. Sherlock Holmes-szal fennálló hosszú kapcsolatom egyik legfájdalmasabb és ijesztőbb Charlton Heston, Szokolai Ottó. Emlékemben soha semmi nem tudta elhomályosítani azokat az iszonyatos eseményeket, melyeket a tisztesség kényszerére most belefoglalok. Richard Johnson, Dobránszky Zoltán. Amennyiben a későbbi években más szemek is olvassák ezen emlékiratokat, úgy remélem nyilvánvalóvá válik, hogy én személy szerint miért is tartom jobbnak, ha e megdöbbentő történet nem kerül kiadásra barátom kimagasló eseteinek felsorolásakor. Véres feszület. Az eset 30 évvel készült ezelőtt kezdődött. Paul Giovanni színdarabja nyomán. Az agriai Vörös Erődnél. A további magyar hangok. Spilák Klára. Nagy lázadás idején. Hankó Attila. Mihály Győző, Kocsis György, Barbinek Péter, magyar szöveg Kis Katalin, hangmérnök Heisler László, gyártásvezető Lajtai Erzsébet, szinkronrendező Mihály Falvi Mihály. A szinkront a Digitál Szinkron BT készítette, produkciós vezető Rozgonyi Gábor. Forgalmazza a Plusz Videó. Fényképezte Robin Wagen. Zenéjét szerezte Carl Davis. Ne csinálj úgy, mint aki nem érti. Pénz! Az Isteni rossz. Én a pénzről beszélek. Szükségem van 50 rúpiára ma este. Ugyan miért? Úgy sem lehet sehova. Kérlek, Ali, csak 50-et. Légy rendes. Miért? Lóverseny lesz az erődben az este? Éjfélkor a régi negyed főterénél. Én bizony nagyon furcsállom, hogy ezek az indiaiak így könnyedén tudnak lóversenyt rendezni egy forradalmi felkelés kellős közepén. Van egy csodás pólya, telli tele. Tudom, hogy megduplázhatom a pénzemet. Nézd, Nelly, ma este muszáj szolgálatban lenned. Kettőnknek kell 25 kaput ellenőriznünk hajnalig. Ez parancs. Mindössze egy órára mennék ki. Kedves barátom, háború van. Ugyan már a lázadók az erőd közelébe sem merészkednek. Úgy nem, hogy Vazirkán a dombon van. Ne légy naív, Vazirkán az első adandó alkalommal átáll a lázadókhoz. De ő mi ma haradjánk, hűséges hozzánk. Uram, állj vigyázba. Írta és rendezte Fraser C. Heston. Neve? Small, uram. Jonathan Small. Minden rendben, Small közlegény. Elnézést, őrnagy, de ez az első estém a kapunál, és kicsit el vagyok veszve, ha érti, mire gondolok. Megmondaná, hogy ez melyik kapu, ha netán baj lenne? Most itt vagyunk. Az erődnek 100 kapuja van. Nekünk alig több, mint 100 fehér emberünk. Ezért úgy döntöttek, hogy egy brit katona és két benszülött őrzi majd mindegyik kaput. Ha segítség kell, adjon le egy lövést, és itt is leszünk. Ha bármilyen rossz alak áthatol a kapuján, ölje meg. Uram? Rendben, megszemlézem az embereit. Szemléhez vigyázz! Üdvözlégy, Viktória királynő nagy övének dicsőséges csatja. Alistair Ross őrnagy vagyok. Hello, nehéz felfogásúak ihletője. Beszélj értelmesen a tisztekkel, mondd meg a neved. Durgadász vagyok. A 41-esek hűséges szipolya. Ő pedig Valided. Ő afgán, no és féleszű. Valid... Ez az ember őrült. Csak süketném a uram, de rendes. Váltsuk le, nem megfelelő erre. Ne vigyék el, ő... erővel bír. Be tudom bizonyítani. Hogyan? A lázadás. Hogyha ismerik a lázadók vezérének nevét, adják meg Validednek. Ő elküld egy ajándékot és megöli. Igen. Őrnagy, elnézést kell kérnem. Nem, kíváncsivá tett. Az ajándék egy iszonyatos megoldás. Egy átok.
melyet egy sámán vagy varázsló küld. Lehet olyan jelentéktelen is, mint egy darab papír. Vagy olyan halálos is, mint egy arc nélküli ember. Arc nélküli ember? Egy leprás, uram. A nyúzott bőrkaszt varázslói elküldhetnek egy ajándékot, mely éjjel az ellenségük melkasán pihen és megöli, mint egy sírkő száhib. Te jó ég, kiráz a hideg. Valided, egy varázsló. Hadd küldjön egy ajándékot önért. Azt talán véget vet a lázadásnak. A bosszúállás istene segít majd. Te mocskos ördög! Nem erd a pogány isteneinek belekeverni! Ezért lelövethetem, katona! Uram, ne verj az embereimet! Sinclair! Elnézést kell kérnem a tisztem miatt. Jól van, Smoke közlegény? Igen, nagy. Akkor befejezzük az őrjáratot, és jelentést kérek. Folytassa! Gyere, Nelly, lekésed a lóversenyedet. Mekkora szamár vagy. Furcsa, hogy India mindenkiből a legszélsőségesebb tulajdonságokat hozza a felszínre. Ne mozdulj, Sahib, ne mozdulj! Szóval, mégis tudsz beszélni. És te tudsz hallgatni, vagy meghalsz. Átálltál a lázadókhoz. Hívom a tiszteket. Nem fognak jönni, ha csak nem sütöd el a fegyvert. De nem kell aggódnod, ez az erőd elég biztonságos. Akkor mit akarsz? Nincs pénzem. Van egy értékes órám, azt megkaphatod. Több mint 1 millió fontnyi ékszerem van. Te megkaphatod azt. És mit kérsz tőlem? Azt, hogy légy gazdag. Figyelj! Vazirkán! Vazirkán Maharadzsa átállt a lázadókhoz. Az angolok még nem tudják. Azt tervezi, hogy lesz, ami lesz. Megtartja a vagyonát. Az összes, legdrágább kövét és legszebb gyöngyeit egy ládikába tette. Egy vagyont ér, Sahib. Egy hűséges szolgával küldi el ide ma este, hogy elrejtsük a régi negyedben. Ez a szolga alig pár méterre várakozik tőled, Small Sahib. Ott kint! Ez csak képzelgés. Nem! Ez a kismet. A kismet, amely 100 évenként csak egyszer fordul elő. És mi lesz a hűséges szolgával? Durgadász elvágja a torkát. Mondd hát, Sahib, hogy velünk vagy, vagy örökre hallgass. Rendben. Veletek vagyok. Esküdj meg. Esküszöm, hogy veletek vagyok szívvel, lélekkel. Sávás! Látod, megbízunk benned. Most menj, Durgadász, és hozd Lal Singhet a kapuhoz. Gyere! Ez egy leprás! Egy arc nélküli ember! Egy arc nélküli ember! Maja! Maja! Jézus Mária! Jézusom! Visszajönnek a tisztek! Hallgass! Imádkozz! Meditálj! Rajtam van az ajándék, Valided! Érinthetetlen lettem! Hallgass rám! Ez itt nem átok! A Maharadzsa becsapott titeket. Egy leprás küldött a kincsen Lal Singh helyett, mert tudta, hogy ahhoz senki sem nyúlna. De én hozzáértem a lepráshoz! El vagyok átkozva! Elhagytam a kasztomat! Szennyezett vagyok, érinthetetlen! Gyorsan! Vidd ki a ládát a kapunk kívülre. Én majd elvonszolom, amilyen messzire csak tudom. Ne beszélj, ha jönnek a tisztek!
meg, tapodat se tovább! Ki adta le azt a lövést? Small közlegény! Ki ez az ember? Át akar törni a kapun, uram. Jóságos ég, egy leprás. És nála mi van? A maharadzsa átállt a lázadókhoz, uram. Elküldte az ékszereit, hogy az erődben rejts el. A ládában vannak. A ravasz róka egy leprást küldött. Ezek ketten meg akarták ölni és megtartani a kincseket. És magának részesedést ajánlottak. Ahogy mondja, uram. Hajlandó a következő 20 évet az Andaman szigeteken tölteni? Úgy tudom, hogy nagyon kegyetlen börtön épül ott. Én bármire kész vagyok, uram. Legalább 1 millió lehet a ládában. Több. Talán létezik más megoldás is erre a helyzetre. Mind az ötünknek benne kell lennünk, örnagy. Persze. Hát ennek mi baja van? Rajta ember, nem fogunk bántani. Jézusom, megölte magát. Azt mondta, van egy átok. Adja csak ide. Add oda a ládát. Nincs más választásod. Majd én gondot viselem. Bíz bennem. Meg fognak ölni minket, Száid. Nem, van megoldás. Add nekik a ládát. Semmi értelme, ugye? Tud beszélni. Túl jól beszélek. A fehér hangok Indiájában legcélszerűbb hallgatni és figyelni. Nagyon meggyőző volt. Nehéz elegen, Sahib. Mi a baj? Nem fogunk bántani. Úgy érti, számomra is van hely a tervükben? Hát persze. Furcsa. A barackfák mindenütt virágoznak a völgyben, de itt csak por van, és iszonyatos bűz. Ej, ugyan már, ember, mind benne vagyunk. Mindannyian? Elhomályosult a szemem. A kincs a tiéd. De miért? Miért? Mert a fehér arcú páriák nem bízhatnak meg a barna harcolókban! Üld meg! Nem! Vége! Mi legyen Smallal? Vége? Miért osszuk 3 felé? Jézusom, Ali! Már így is 3 halál. Ez az átokügy. Szerinted van benne valami? Megnézed a jövődet, Nelly? Kinyissam? Én félek. Mitől? Hogy üres lesz. Egyesek szerint nincs romantika Indiában. De azok az emberek tévednek. A mennyország összes csillaga egy láda. És a miénk, Nelly. A tiéd és az enyém. Tegyék le. Hol van Valided? Halott. Ó, Istenem. Nem hagyhattuk, hogy elmondja meséjét a barátainak. Nem bízhatsz a nyomorult helyiekben. Ez bizony gond, ugye? Bízhatok bennetek? Bízhattok bennem? Ami azt illeti, bízhatunk egymásban? Kellemetlen gondolat, ugye? Persze, van megoldás. Mit javasolsz? Egyességet. Esküt. Úgy érted, papíron? Egy papír, melyen az áll, alul írottak, elkövettünk 2 gyilkosságot és 1 öngyilkosságot okoztunk, miközben nagy vagyonra tettünk szert, de a jövőben mindenféleképpen igyekszünk kedvesen viselkedni egymással. Azt akarod, hogy valami ilyesmit írjunk alá? Nem a neveteket akarom. Akkor mit? A véreteket. A vérünket? Igen.
egy véresküt kapitány. Egyességet, melyet a véreddel pecsételsz meg, és melyet halandó lelked kárára törhetsz meg. Ez szentségtörés. Olyan bolond vagy, mint a helyiek. Akkor megteszitek? Hamarosan itt lesz az őrség. Hallhatták a lövést? Igen, vagy nem? Alistair, ne tedd meg! Csend legyen! Ez az egyetlen megoldás. Pervers. Felfordul a gyomrom. Ez gonosz. Rá fogsz jönni, hogyha ebben a világban pénzt akarsz. De mindig bölcs dolog nyugtalankodni amiatt, amit gonosznak neveznek. És neked pénz kell, Nelly. Mindig is az kellett neked. Esküszünk. London, 30 évvel később. Most meg fog ölni? Úgy látom, hogy erre a segítségem nélkül is képes. Maga pedig, Watson, egy különösen furcsa humorra tetszert, mely ellen meg kell tanulnom megvédeni magamat. Ó, elnézést. Orvostan hallgatók futóversenyénél asszisztáltam Pimlikóban. Elfelejtettem, hogy a kezemben van. Itt a posta. Tudja, hol a helye. Holmes, beszélnem kell magával. Úgy érzem, nem bírom ki tovább. Értem. Ki akarja próbálni? Még hogy kipróbálni? Annál több tiszteletet érzek magam iránt, mint sem ilyesfajta nyomás alá helyezzem magam. Nos, talán igaza van. Én azonban oly üdítőnek találom az elmére, hogy másodlagos pusztító hatása csupán mellékes. Valóban? De micsoda ára van? Én most orvosként beszélek. Van egy kóros és morbid folyamat, mely szövetpusztulással jár, és mely végül tartós fogyatékossághoz vezet. Ez az ár túl magas. Az agyam fellázad a semmi tevés ellen. Ki nem állhatom a létezés unalmas rutinját. Frusztrált vagyok, Watson. De ez akkor sem megoldás. Butaság! Adjon nekem munkát.
ide a legtalányosabb kriptogrammal, a legbonyolultabb analízissel, és akkor a megfelelő hangulatomban leszek, és akkor fittyet hányatok a mesterséges stimulációra. Nagyon szemtelennek találna, ha próbára tenném az elméletét? Inkább örülnék neki. Ez az óra mostanában került a tulajdonomba. Talán hallhatnám véleményét a néhai tulajdonos elleméről és szokásairól. Nos, alig van rajta kapaszkodó. Az órát nemrég tisztították meg, ezzel megfosztottak a legfontosabb tényektől. Igaza van. Azelőtt tisztították meg, hogy a birtokomba került. Ez azonban nagyon is sánta és átlátszó kifogás a sikertelenségre. Ez nem kifogás volt. Ez egy 50 guineas óra, tehát egy úr tulajdona lehetett. Sajnos az úrnak eléggé rendetlen szokásai voltak. Szép reményei voltak, de eldobta a lehetőségeket, és egy ideig nyomorban élt, melyet időnként jólét váltott fel, míg végül rászokván az italra meghalt. Az óra valójában a bátyjáé volt. Ez nem méltó magához, Holmes. Nyilvánvalóan tanulmányozta boldogtalan bátyám élettörténetét, és most úgy tesz, mint aki valahogy kikövetkeztette a tényeket. Kedves barátom, bocsánat, hát kérem, én elfelejtettem, hogy ez a dolog mennyire személyesen és fájdalmasan érinti. Higgy el, azt se tudtam, hogy van bátyja, míg ide nem adta az órát. Akkor hogy a csodába jött rá a tényekre? Mert természetesen minden igaz. Ez bizony nem puszta találgatás volt. Én sose találgatok. Megdöbbentő szokás, tudom, de rombolja a logikai készséget. Azzal kezdtem, hogy a bátyja rendetlen volt. Nézze meg az óratok alsó részét, teljesen össze van karcolva attól, hogy más kemény tárgyakat, például pénzt és kulcsokat is abban a zsebben tartottak. Most nyissa ki a tokot. Angliában, ha egy zálogkölcsönző átvesz egy órát, egy tűvel általában belekarcolja az óratokjába egy számlát. Itt nem kevesebb, mint 4 ilyen szám látható a nagyító alatt. A következtetés? A bátyja gyakran volt pénzavarban, de időnként javult az anyagi helyzete, különben nem váltotta volna ki az óráját. Most nézze meg a hátsó lapját. Több száz karcolás van a kulcsuk körül, annak jele, hogy a kulcs elcsúszott. Minden részeg órája megtalálhatja a karcokat. Esténként felhúzza, és ezek bizonytalan kezének nyomai. Végül azt mondta, hogy az óra nemrég jutott a tulajdonába, tehát nem vette. A hátoldalán lévő betűk HV a vezeték nevére utalnak. Mivel apja oly sok éve halott, amennyiben az órát örökségként kapta, az csak a néhai bátyja adománya lehetett. Mi ebben olyan rejtélyes? Nos, elnézését kérem, Holmes. Én nagyobb bizalommal kellett volna lennem a rendkívüli képességeim. A képességeim rabja vagyok. Én egy agy vagyok, Watson. A többi részem puszta a toldalék. Azonban az az ifjú hölgy, aki mindjárt meglátogat, talán érdekes lesz. Mi? Honnan tudta? Elnézést kérek, uraim. Irene Sinclair vagyok. És én Sherlock Holmes. Bemutatom dr. Watsont. Igen, kedves barátom, a továbbá... Miss Sinclair. Köszönöm, dr. Watson. Kérem, uraim, bocsássanak meg, de az ijegység szinte eszemet vette. Valóban, ez igazán örvendetes. Igen érdekes. Miss Sinclair, ha kérhetném, próbálja meg összeszedni magát. Olvastam az eseteiről, Mr. Holmes, de attól féltem, hogy nem óhajt majd segíteni nekem. Mert nincs pénze. Miss Sinclair, kérem, mondjon el mindent nekünk, ami a fizetségemet illeti, a szakmám a fizetségem, és a költségeimet jelenleg túlnyomó részt tudom fedezni. Az utolsó kliensem szinte király volt. Miss Sinclair, nem kér egy csészetaját, hiszen reszket? Nem a hidegtől. Hogyan? A félelemtől, dr. Watson. A terrortól. Ezt tegnap kaptam a reggeli postával. Érdekes. ...1857-ből való, pontosan 30 évvel ezelőttről. Elég ártatlan dolognak tűnik. Meg lehet, hogy egy gyermek műve. De amikor apám felnyitotta, eszméletét veszve zuhant a földre. Ágyba fektettem, nem volt hajlandó beszélni erről. Aznap este hallottam, hogy kiállt. Befutottam a szobájába, és a sarokba kuporodva találtam rá. És egyfolytában motyogott valamiféle átokról. Szánalmas volt. És akkor... megláttam. Kérem, folytassa. Mit látott? Ott lógott az ablakon kívül egy félelmetes árnyék, mint egy óriási kereszt, melyet az üvegre feszítettek.
Ahhoz túl kicsi volt, hogy ember legyen, de tudom, hogy valódi volt. És akkor eltűnt. Uraim, nem vagyok hisztérika, és nem vagyok babonás sem. De láttam, amit láttam. Teljes mértékben hiszek önnek, Miss Sinclair. Ó, hál' Istennek. Mr. Holmes ma reggel, mikor benéztem apám szobájába, nem volt ott. Valóban? És fogalma sincs róla, mit jelenthet ez a papír? Nincs. Megszakad a szívem, ha arra gondolok, hogy egyedül és ilyetten kóborol a ködben. Dr. Watson, Mr. Holmes, remélem nem küldenek el. Kedves ifjú hölgyem, miért tennénk ilyet? Az apám az ópium rabja. Ezt sajnálattal hallom. Erre ment el az a kis pénzünk is, amink volt. Dr. Watson, szerettem az apámat. Valami történt vele hosszú évekkel ezelőtt, ami maradandó hatással volt a lelkére. És ez volt, ami az ópiumhoz hajtotta? Emiatt lett annak a rabja. Gondolom, tudják, London keleti negyedében vannak helyek, ahol az emberek belélegezhetik a mérget. Igen, Miss Sinclair. Limehouse. De hogy tud egy pénz nélküli ember hódolni az ilyen szokásnak? Van egy Alistair Ross nevű őrnagy, aki Maidenheadben él, a Pondicherry ház nevű lehangoló helyen. A hadseregből ismeri az apámat. Ha pénzünk már szinte teljesen fogytán, apám felkeresi őt, és 5 vagy 10 fonttal tér vissza. Megbocsát egy percre, Miss Sinclair. Szeretném megvizsgálni ezt a papírt. Van itt 1-2 vegyszerem, mely esetleg fény deríthet származására. Igazán hálás lennék, ha megtenné. Hát, remélem, most már megnyugodott, Miss Sinclair. Igen, köszönöm, Dr. Watson. Miss Sinclair, az ön becsületessége és bátorsága az olyan balsors fényében, mely más ifjú hölgyeket az őrületbe kergetne, engem bizony lenyűgöz. Ön valóban rendkívüli. Nem óhajtok rendkívüli lenni. Bár lehetnék együgyükinek, semmi gondja a világon. Bocsásson meg. Vajon mit is gondolhat rólam? Most jutott eszembe, hogy nincsenek barátaim. Hiszen most is 2 vadidegenhez kell segítségért folyamodnom. Eddig legalább úgy éreztem, a büszkeségem megmaradt. Mint ahogy meg is maradt. Kedves szeme van. És ez oly ritka. Dr. Watson, én láttam olyan fenyegető szemeket, mint a csőre töltött pisztoly. De az öné... Miss Sinclair, nem szólítana Johnnak, és tekintsen rám, mint a barátjára. Miss Sinclair, az apja Indiában szolgált? Igen, Mr. Holmes. Erre hogy jött rá? Említett egy másik katonaembert is, rossz őrnagyot. És ez a papír indiai papíruszlap. Kedvesem, nem akarom nyugtalanítani, de azt hiszem, azonnal indulnunk kell a Pondicherry házba. Az apja talán felkereste volt katonatársát, vagy ha nem, akkor is találhatunk valami nyomot, amely a honlétére utal. Épp elérhetjük a 327-es Paddingtonból. És sötétedés előtt már Maidenheadben is lehet. Mr. Holmes, ön lenyűgöző. Ez elementáris, kedvesem. De ez nem az. Úgy tűnik, hogy a családom valami megmagyarázhatatlan gonosz karmai között van. Szinte azt hihetném, hogy ez valami átok. Átok? Ezt a szót már másodszor használja. Miért? Ön hisz a természet felettiben, Mr. Holmes? Hát nem zárom ki. Mikor apám visszatért Indiából, nem volt pénze. Feleségül vette anyámat, Alice Napiét, akinek jelentős vagyona volt. Apám szinte kezdettől fogva űzte a szerencsejátékokat, és helytelen befektetései voltak. Néhány rövid év alatt felélte a vagyonunkat. Egy nyomasztóházba költöztünk Camberwellben. És anyám tavaly itt hagyott minket. Ezt sajnálattal hallom. Megkérdezhetem, hogy halt meg? Egy vasúti balesetben. Crewe közelében. Miss Sinclair,
Megértem a félelmét. Ezt hogy érti? A papíron lévő jeleket vérrel festették. Azonnal indul tovább. A Pondicherry házhoz. Őrnagy úr! Rendet rakok, uram. Ravasz róka vagy, Birdy. Egy nagyon is ravasz róka vagy. Nem tűröm, hogy rókának nevezel az istenit magának. Nem tűröm, hogy rókának nevezel az istenit magának, uram! Uram. Ezt a leckét tanuld meg! Ezt nem tűröm tovább! És mit teszel ellene? Elbújsz anyukád szoknyája mögé? Hő? Sajnálom, uram. Igen. Így már jobb, kedves fiam. Nos, miért jöttél ide be? Van egy koldus az ajtónál, uram. Egy koldus? Nos, adj neki egy shillinget a saját pénzedből, ha ennyire meghatod, hisz ezek mind azt akarják. Azt mondta, valami értékes eladnivalója van. Valami ékszerféleség. Vezess be, vezess be! Igen, uram. Kívánok, uram. Maga nem ide valósul, ugye? Igen. Most szálltam partra. Gravesendnél. Egy indiai utazás után. India? És ha jól tudom, mutatni szeretne valamit nekem. Valami ékszerféleséget. Egy kis ládikát. Mi ez? Pocsék kézművesség. Nem a doboz, hanem ami benne van. Egy tör. Igen. És igen tetszetős kézművesség. Van egy szívja, amiben tarthatná? Mit tördekli magát? Mindegy. De manapság nem árt az óvatosság. Most mit csinál? Csak körbenézek, uram. Csak körbenézek. Felmérem egy úr fogadószobáját. Nem sok látnivaló van itt, ugye, a berendezésen. Főleg akkor, ha egész nap itt kell ülnie és nézelődnie. Ha szabad megkérdeznem, hogyan vesztette el a lába használatát? A fenébe a szemtelenségével.
Ami azt illeti, a magáival mi történt? Lerágták. Micsoda? Kapzsiság. Kapzsiság? Bizonyára ön is tudja, mi a kapzsiság. Tudom, hogy maga őrült. Talán az vagyok. Talán nem is eladni jöttem ide, hanem venni. De mit? Az életét. Sinclair kapitány van itt, uram. A könyvtárba vezettem. Okos fickó. Nagyon okos fickó vagy. Akkor most kísérd ki ezt az embert. És ha még egyszer erre jár, üsd agyon! Minden jót, uram. Kifelé! Vezess be Nellit! Siess, fiú, siess! Sinclair kapitány, uram! Mi ütött beléd, Nelly? Szörnyen nézel ki. Az átok. Láttam. Egy iszonyatos kereszt az ablakomon. Az ópium teszi, barátom. Mindenfélét képzelődsz. Nem, figyelj! Igen, menj el. Small életben van. Mi? A kereszt ráeső része. Tegnap érkezett. Londonban adták fel. A Small itt van, akkor sem téged vagy engem keres. Van valami a kincsben, ami megragadja az ember képzeletét. Add oda neki az Isten szerelmére! Sosem adom oda! Itt van, nem igaz? Ebben a házban. Ebben a szobában. De én feladtam a részemet. Igen, te felszabadítottad a lelked a bűntudat alól. De én vigyáztam rá és megőriztem. Tisztán, sértetlenül. Egészben. De nem költöd el, akkor minek megtartanod? A birtoklás miatt. A birtoklás adja az erőm. Lelkem energiáját, vérem melegségét. Mit gondolsz, miért hagyott cserben a lábam? Mert többé nem volt rá szükségem. Elégedett vagyok, hogy itt ülök az üres szobában, mint egy sárkány a barlangban. Itt. Éjjel és nappal mindig nézhettem. A lelkem beitt a fényességét. Nem akarom látni. Nem is vagy méltó rá. De látnod kell. Könyörgöm, tedd vissza! Emlékszem, mikor utoljára láttad, 30 évvel ezelőtt, és azóta is ott lángol az agyadban, gyűjtve a ragyogást arra a pillanatra, mikor ismét rátekintesz. Hadd legyen most. Nem nézem meg. Akkor takard el a szemed. Amikor meghalok, örökre el lesz temetve velem. Ugye milyen szép lámpás lesz a sírban? Ugye milyen fényesen fog ragyogni a sírban? Ott fog lángolni örökké életben tartva az emlékemet. Emlékeket egy hősről. Mr. Sherlock Holmes keresi őt, uram. Sherlock Holmes? Az az őrült, aki annyiszor szerepel az újságokban? Rossz őrnagy, ugyebár. És Sinclair kapitány. Sherlock Holmes vagyok. Apám! Ó, Istenem, mutasd magad! Sherlock Holmes, a gyilkosság kedvelő. És vajon mi áradban van Maidenheadben, Mr. Holmes? Miért nincs Londonban, a bűn legnagyobb barlangjában? Te jó ég! Nelly, ez a te lányod? Igen, rossz őrnagy, már találkoztunk. Ó, de hisz gyönyörű nagyra nőttél. Micsoda megtiszteltetés, ebben a házban nem járt asszony, mióta kedves Birdy anya elhagyta a szolgálatomat.
Bemutatom az Innocent Birdie Johnsont, de arra kérem önöket, hogy ne kérdezzenek semmit tőle. Az agya az eredeti üres állapotában maradt meg. Óhajt még valamit, uram? Cékeket, ha lehetne. Azt mondják, hogy a házak a fejük tetejére állnak, ha ön belép, Mr. Holmes. Nincs más, mint találgatás és feltevések. Feltevések és találgatás. Kíméljen meg az iróniájától, uram. Lehet, hogy veszélyben az élet. És ezt hogy érti? Nyugodjon meg, rossz őrnagy. Szippancson egyet a tubákjából. Honnan tudja, hogy tubákol? Bár igen gondosan igyekszik eltüntetni minden nyomát az arcáról azzal a zsebkendővel, melyet köntöse ujjában tart. De jobb kezének mutató ujján, mert ugye jobbkezes, lerakódott már a burgundi por, mely egyedi színének köszönhetően csak is a tubák maharini fajtája lehet, melyet egy kelet-indiai cég gyárt. Jöjjön be, Mr. Johnson! A 10 centis tömör tölgy nem a legalkalmasabb a hallgatózáshoz. Ó, gyújtson meg egy pár gyertyát, Birdie, az Isten szerelmére. Oly sötét van, hogy alig látod a nagyítót az orrod alatt. Ezzel nem tud szórakoztatni. Magas engem! Azt mondja, hogy veszélyben az életem? Vajon milyen oka lehet, hogy így szörnyű állítást tegyen? Esetleg ez? Ezt honnan szerezte? Tehát már látta? Na. Szerintem igen. Istenem! Mondjon el mindent, amit erről a papírról tud. Miért nem következteti ki maga? Vagy nem képes rá? Talán cserben hagyta a hatalma? Értem, ne aggódjon, rossz őrnagy. Nagyon kérem. Akkor mondja el, szórakoztasson egy öreg ember. Maga szerint mi a fene lehet? Következtessen, uram, következtessen. Ez egy krucifer. Tehát az, amely a keresztet viseli. A korai keresztények körében ez egy titkos esküt jelképezett, melyet sosem foglaltak írásba. Ez azért különös darab, mert vérrel írták. Három különféle új lenyomat van rajta, szintén véresek. A papír fogásakor kerülhettek rá. A másik oldal egy katonai térkép, egy erődről, igen sok kapuval. Ezen vagy 45 kapu szerepel. Ez itt csupán a közepén. Egy tanult ember azonnal az agrai vörös erődre gondol. A világ egyetlen épületére, melynek 100 kapuja van. Na már most köztudott, hogy ön és Sinclair a lázadás alatt ott szolgált. Úgyhogy ez itt egy kétségbe esett jelzés, egy vérrel írt eskü, melyet három ember kötött a forradalom alatt. Nos, rossz őrnagy, ki a harmadik ember? Mi volt az eskü? És ami a legfontosabb, mi volt az átok, amely lesújt, ha megtörik az esküt? Ennyi, Mr. Holmes, ha 100 évvel ezelőtt élt volna, magjára küldték volna. De először is minden más előtt szeretném látni az ön papírját. Az enyémet! Kérem, ne pazarolja az időmet! Sinclair kapitány. Egy ijesztő tárgy, nem igaz, Watson? Szavamra. Nos, uraim, ismét megkérdem. Ki a harmadik férfi? Jonathan Small. Mit tettél, te nyomorult idióta? Rossz őrnagy, könyörgök magának. Kérem, segítsen megfejteni ezt a szörnyűséget, nem lehetnénk mind barátok. Barátok? Én Indiában tanultam a barátságról, egy falka vicsorgó kutyától. Az a kutya még életben van! Small! Jonathan Small! Mi? Watson! Még életben van! Watson! Zárja be az ablakot és kövesse! Uraim, ne engedjenek senkit, se vesse ki a szobából! Gyorsan, Watson! Utánam! Itt hagyhatom, Miss Sinclair. Igen, én nem félek. Watson, siessen már, ember! Megyek már, megyek! Watson, félek, hogy becsaptak minket. Irina! Itt vagyok, apám. Gyújts néhány gyertyát, Birdie, az Isten szerelmére. Ó,
Istenem! Az ajándék, az átok itt van! Ki van ott? Berni! Ó, Istenem, segíts! Nelly! Már Isten itt neki! Berni! Hola? Ki van ott? Nelly! Az Isten itt! Ki az? Nelly! Hol vagy már? Egész végig figyelt minket! Tudja, hogy hol van! Nem kaphatod meg! Az enyém! 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 Két órával később. Mennyi ideig kell még várnunk? Holmes már hívatta Lestrade felügyelőt a Scotland Yardtól. Tanúskodnunk kell e szörnyű gyilkosság részleteit illetően. És akkor visszamehetünk Londonba megkeresni az apját. Remélem, időben érkezünk. Ahogy én is. Lestrade felügyelő, bemutatom az ügyfelemet. Miss Sengler. Örvendek, miss. Watson, csúnya ügy ez, csúnya ügy. Amilyen gyorsan csak lehet, végzünk a nyomozással. Ne aggódjon úgy, hogy hamarosan elmehet erről a szörnyű helyről. Bármiben segítek, felügyelő úr. A fenébe. Hagyja a megjegyzéseket, Hopkins. Rendben. Ez itt Alistair Ross őrnagy. Remélem, nem nyúltok semmihez, Holmes. Vigyázzon, uram, gyenge a fény. Nem tartom jó ötletnek, hogy most hazamenjen. Szerintem ma estére jöjjön vissza velünk a Baker Streetre. Ez remek ötlet. Elalhat a szobámban, én meg a nappaliban. Nem szeretnék a terhükre lenni. Csak meg szeretném találni az apámat. Nos, van valami elképzelése, hogy hová mehetett? Igen. Attól tartok, a Limehouse-ba ment. Egy ópiumbarlangban? A munkám során már jártam e féle helyeken, és tartoznak egy-két szívességgel nekem arrafelé. Megvizsgáltam a szobát és a holttestet, és amit az imént mondtak arról, mikor megjelent a fantom. Nos, véleményem szerint igen egyszerű eset. Valóban? Igen. Ez az egész a bosszúról és az átokról felzaklatta magukat. Mikor Small megjelent az ablakban, mindenkit megijesztett. És mivel sötét volt a szobában, az csak még ijesztőbb volt. Annak a hársfának az árnyékán át a szobába beszűrődő villámlás volt a maguk gonosz szelleme. Nos, ez az ember rossz. Beteg volt. Nagyon beteg. A tolókocsiból ítélve. Nincsenek nyomok a testén. Tehát nyilván szívrohamban halt meg. Attól tartok, hogy önök mindegy egyszerű halucináció áldozatai, amit egy bizonyos hársfa okozott. Hadd gratuláljak önnek. Köszönöm. Sikerült figyelmen kívül hagyni a minden lényeges részletet. Hogy mondta? Kezdve az áldozattal. Nem vette észre a két igen kicsi tűnyomot a nyak két oldalán. De észrevettem, nyilván gondatlanul borotválkozott. Biztosan. Ez a borotvája? Az mi? Talán egy tüske? Bizony tüske. Kétségkívül mérgezett is. Mérgezett? Pontosan. Ja, de mit jelentsen ez? Gyilkosságot jelent Lestrade, miért maga szerint mit jelent? Watson, tegye csak rá a kezét szegény ember karjára. Mit érez? Az izmok kőkemények. Súlyos összehúzódás, sokkal erősebb, mint általában. Pontosan. Figyelembe véve az arc eltorzulását is, milyen megállapításra jutna? Valamilyen erős növényi alkaloida okozta a halált. Valamiféle szer, mint a strihin, mely tetanuszhoz vezet. Kitűnő, Watson, valóban maga pótolhatatlan. Na most, vizsgálja meg ezt a tüskét. Hopkins. Ez egy angol tüske? De nem vagyok tüske szakértő, Holmes. Ahogy mondja. Nos, pár perccel azután, hogy Small megjelent az ablakban, Watson és én láttuk elmenekülni azzal a kocsival, amellyel mi érkeztünk. Valószínűleg a gyilkosság perceiben. Tehát valaki más is benne lehetett. Egy nagyon ügyes és hatásos cinkos. Folytassa. Először is. Hogyan jutott be a szobába? Johnson őrt állt az ajtóban, az ablak be volt zárva. Igen, én magam zártam be. Valóban? Igen. De még nyitva is túl kicsi ahhoz, hogy bárki átférjen rajta.
Köszönöm, Miss Sinclair. Nos, nézzék csak, sáros nyomok egy mezit lábas lábtól, tiszta, jól körülhatárolható és tökéletes alakú, de ez alig, ha lehet egy átlagos ember lábnyoma. Te jó ég, Holmes! Azt akarja mondani, hogy egy gyerek követte ezt a szörnyűséget? Kedves Lestrade, ennyi adat birtokában biztosan le tud vonni valamiféle következtetést? Piciny lábnyomok, cipő nélkül, nagy mozgékonyság, mérgezett nyilak, nos? Egy barbár. Kétőnő, Watson. Egy indiai, aki kapcsolatban állt Smollal a lázadás alatt. Egy barbár valóban, de nem hiszem, hogy indiai. Ezeket a nyilakat csak egyféleképpen lehet kilőni, egy fúvó csövön át. Nos tehát, Lestrade, hol találjuk meg a barbárunkat? Honnan a feléből tudjam? Az Andaman-szigetek, 600 kilométerre nyugatra Rangoontól a Bengáli-öbölben. Az Andaman-szigeteken élő benszülöttek a világ legkisebb növésű emberei. Továbbá, az Andaman-szigeteken van a legnagyobb brit börtön Indiában. Small nyilvánvalóan járt ott a lázadás óta. Valószínűleg barátra lelt az egyik törpe-sziget lakóban, aki segített neki megszökni abból a pokolból. Nos, ez fantasztikus. Ez elementáris. De valójában az indíték az, ami foglalkoztat. A törpénk valami nagyon nehéz tárgyat cipelhetett, amikor elhagyta ezt a szobát. A lábnyomok a kertben nem túl mélyek az ablak felé haladva, de az innen távozó lábnyomok már sokkal a mélyebbek. És ennek a széknek van egy titkos rekesze is. Te jó ég! És most üres. Ezek a dolgok nyilvánvalóak lennének magának is, ha használná a szemét. Épp meg akartam vizsgálni a széket. Mit gondol erről? Nem tudom, mire véljem. Azért, mert képtelen felfogni a legnyilvánvalóbb nyomot. A feszületet. Két tiszt, akik egy indiai erődben szolgálnak, egy szent és titkos esküt tesznek vérrel megpecsételve ezzel a Small nevű emberrel. A mérete és súlya annak, amit el lehet rejteni ebben a székben, azt sugallja, hogy egy felbecsülhetetlen értékű kincset loptak el. Small segít nekik megszerezni a kincset, de ők elárulják őt. Igen, de ez puszta elmélet. Ez az egyetlen feltevés, melybe beleillik az összes tény. De az ügynek még nincs vége. Ezt a gyilkosságot nem követhették volna el, ha nincs a házon belül is cinkosuk. Két tűnyom van rossz nyakán, de csak egyetlen egy nyíl. Valaki a házon belül kinyitotta az ablakot, és felszedte a nyilat. Értem már. Értem már. Az inasa, Johnson. Más nem lehet. Hogy érti, hogy az inasa tette? Hogyan már Lestrade? Vagy a hölgy apja? Jézusom. És miért nem köthetett Sinclair egyességet Smollal, hogy bosszút álljanak rosszon, és visszaszerezzék a kincset? Ha ez igaz lenne, sose engedném meg, hogy a kincs a családunkban maradjon azok után, hogy ennyi bajt okozott. Örülök, hogy ezt mondja. A kincs a korona tulajdona. Igen, de hol van? Smollnál. Szeretném megnézni. Szeretném látni, mi volt az, ami tönkretette a körülöttem lévő emberek életét. Biztosíthatom, Miss Sinclair, hogy amint megtaláljuk, kedvére nézegetheti majd. Nagyon aggódom az apám miatt. Akkor hát azonnal induljunk a Baker Streetre. Jöjjön Lestrade, vár ránk a munka. Meg kell tudnom, hogy mi történt akkor este a grában. Mi volt az átok? Miért hagyták a feszületet rossz testén? Én csak azt szeretném tudni, hogy vajon Watson bezárta az ablakot, vagy sem. Ugye egyetért, hogy ez az alapja az egész találgatásának a címkodja? Én sose találgatok. Dr. Watson egy megbízható ember, és ha azt mondja, bezárta, akkor be is zárta. Ő nem szellemileg fogyatékos, ellentétben a rendőrség egyes képviselőivel. Hopkins! Ó, Miss Sinclair, nem maradna egy percet, kérem. Mi a baj, Dr. Watson? Én szeretném, ha Johnnak szólítana. Igen, John. Tudja, ne aggódjon a jövő miatt. Remélem megengedi, hogy segítsek. Büszke lennék, ha a gondját viselhetném. Mármint tudom, hogy öreg ember vagyok. Jaj, azt se tudom, hogy miket beszélek. Én egész elérzékenyültem. Maga túl kedves. Csak hát, szóval én... Jaj, John. Hihetetlen nap volt ez. Az életünk egy hurikán erejével keresztezte egymást. Nem értek semmit abból, amit érzek. Önnek és Mr. Holmesnak köszönhetem az épelmélyűségem, talán az életemet is. Ön annyira kifinomult ember. Én tudom, hogy megérti. Watson, miért nem jön már?
Nos, igen, persze, tökéletesen megértem. Nos, akkor induljunk is. Mi a baj? Nos, a feszület. Holmes szerint ez a legfontosabb nyom. Nem kellene magunkkal vinni? Nem. Hagyja csak. A megfelelő helyen van. Igen. Hol vagyok? A száz szomorúság kapujában van, Sinclair kapitány. Hány óra van? Ami a kérdést illeti, elmúlt éjfél. Ami a szükségét illeti, itt az idő egy újabb pipára. Mikor érkeztem ide? Tegnap este. Nehéz számon tartani az időt a kapuban. Sok évvel ezelőtt volt egy feleségem, de már halott. Az emberek szerint én öltem meg a fekete füsttel. Én öltem meg a feleségem, ahogy mondják. A feleségem jó asszony volt. Madame Fung-Chingben nem volt semmi jó. Nagyon koszos, napszámos asszony volt, golyvás. Az állandó jó egészsége mellett feltalálta az állandó veszekedés művészetét is. Akkoriban fűszerboltak volt, Kalkottában. Egy este, mint mondják, teletömtem mérgezett paprikával, és felakasztottam a babumecset egyik gerendájára. Gyilkosság, indiai módra. A férfinak nincs szüksége feleségre, ha az ópium az asszonya. Véletlenül nem vagyok halott. Miért beszél a halálról? Meghalni jöttem ide. De miért? Csatlakoznom kell a barátomhoz, Rossz őrnagyhoz. Ő tegnap este halt meg. Egy angyal jön majd értem. Egy féllábú angyal. Ő lenne ez angyal, ki magáért jön? Apám! Mióta vagy itt? Fel kell akasztanunk egy nagy fekete köcsögöt az ablakunk elé, hogy elriassza a gonosz szemet. Igen, rögtön megtesszük. De most menjünk haza Camberwellbe. Nem, nem lehet. Most kezdtem meg a pipát. Mikorra elszívom, a sárkányok megmozdulnak és harcolni fognak. Mi az? Ez a koporsóm. Ezt még Kínából hoztam magammal. Mikor meghalok, vissza fog kerülni Kínába. Velem és két uncia fekete füsttel a elsőjében, netán szükségem lenne rá az út közben. Most mit csináljunk? Nem tudom. Hol szerint itt kell vágnunk rá. Be kellene záratni ezt a mocskos helyet.
Magát meg le kéne csukatni. Kialudt a pipám. Majd én meggyújtom. Ne, kérem, már így is félőrült. Az Isten szerelmére, ember, nem tudna segíteni, hogy hazavigyük ezt a szerencsétlen? Az eszembe se jutott, Watson. Egyáltalán nem. Egyáltalán. Hol? Cs, ne olyan hangosan. Hogy került ide? Az igazi Fung Ching jó barátom. Na már most, jól figyeljen. Lestrade és rendőrei figyelik az utcákat. Az a sikátor egy dokhoz vezet, egy rendőr állott. Jonathan Small végiglátogatja az összes ópiumbarlangot. Mikor ideér, én várni fogom. És én mit csináljak? Vigye fel Miss Claire-t abba a vendéglőbe, ami ezt a koszfészket rejti. De ne egyenek semmit, és ne jöjjenek vissza, amíg nem üzenek. Nem akarom, hogy megzavarjanak. Dr. Watson, John, kérem, vizsgálja meg. Nem beszéltél Wally Deddel a Póni térdéről? Nos, tudja, kapitány, India több ezer kilométerre van innen. Én is ott szolgáltam, tudja. Ott szereztem ezt a sántalábat. Egy golyó okozta, ha? Jól van, doktor? Ó, igen. Pár óra múlva már kutyavaja se lesz, igen. Apa, veszélyes itt maradnod. Most rögtön velem kell jönnöd. Ó, nem, kedvesem. Nagyon félek, hogy a kinti világban halok meg. Apa, könyörgök. Ha eljuthatok a mennyországba egy pipával, ugyan miért irigyelnéd tőlem? Mennyország? Én ezt nem látom az arcodon. Inkább azt látom, hogy megtört az akaratod. Annyira megváltoztál, hogy szinte rád sem bírok már nézni. Tessék, pipázd halálra magad! Kedvesem, jól van. Még sose beszéltem így vele. Teljesen ki van merülve. De aggodalomra semmi ok. Teljes biztonságban van. Holmes vele van. Ezt hogy érti? Menjünk fel. Majd megpróbálok szerezni egy csésze teát ebben a koszfészekben. Majd mindent elmagyarázok. A feleségem vele éjfélkor végzett a meleg. Épp el akarta mesélni nekem annak a papírnak a történetét. Kialudt a pipám. Mesélje el nekem, én meg közben újra meggyújtom. Kínai! A fenébe! Jól van, Mr. Birdie? Mióta vagyok itt? Maga hozta ide a kapitány tegnap este. Ó, Istenem! Hogy nézek a szemébe? Hogy mondjam el neki? Azonnal haza kell mennem az anyámhoz. Mit csináljak? Rejtsd el az erődben. A rézműves szakadék és a pipaszár árus negyed között fekszik, Vazirkán mecsetje mellett. Van egy térképem. Ez itt az agrai erőd. És mi történt akkor este az agrai erődben? Elátkozott minket. Mi volt az átok? Azt mondta, ha eláruljuk. Holmes! Holmes! Isten szerelmére! Holmes! Holmes! Jöjjön a tűzhez és melegítse meg a kezét. Addig készítek egy pipát magának. Nem kérek a maga mocskos mérgéből, köszönöm. Hol van Mr. Sherlock Holmes? Elkábította őt? Figyelmeztetem, bezáratom a romlottság eme barlangját. Szóval nem szokott vétkezni, Lestrade felügyelő? Nagyon szemtelen ahhoz képest, hogy a távol-keletről jött. Nem, én nem szoktam vétkezni. Egy nagy bűn az emberben nem hagyhat kisebb bűnök, és most a stupiditásra gondolok. Hogy merészeli? Az Isten szerelmére, ember, nem látja, hogy rá szeretném bírni Sinclair-t, hogy beszéljen? Holmes egészen megijesztett. Az a maga hangja volt. Nos, mit akar? Megoldottam az ügyet, Holmes. Tudom, hogy ki segített Smallnak. Ezt nézze meg. Egy aláírt vallomás Birdie Johnson anyjától. Néhány évvel ezelőtt ellopott egy pár ezüstárgyat Rosstól. Aki vallomásra bírta, majd elküldte azt az ügyvédjének, hogy juttassa el a rendőrségre, ha a későbbiekben bármi történne vele.
Johnson biztosan utálhatta. Ő volt az, aki kinyitotta az ablakot. Ő volt, aki ellopta a tüskét. Johnson volt Small cinkosa. Tehát mégiscsak az inas tette. Nem, nem, most már túl késő, most már túl késő. Ő mióta volt itt? Atyaisten, csak nem hagyja meglógni utána. Holmes! Az Isten szerelmére jöjjön fel a kávézóba. Azt hiszem, megmérgezték Irénét. Mit beszél? Lestrade! Lestrade miért ácsorogott? Igaz. Watson, igaz. Maradjon itt Sinclairrel. Én megnézem a lányát. Holmes, jaj, maradjon itt. Várjon! Az anyja erőszak által halt meg. Teletömtem piros paprikával. Kapitány, én azt hittem, alszik. Senki se gyújtja meg a pipámat. Miért nem alszik már el? Már lebukott a hold. A karavánok felmennek, a karavánok lemennek. És 100 tűz lángol a hágóban. Nem, nem, várjon. Most már csend van. Most már álmodhatok. Gyere vele! Hová megyünk? A bejárathoz. A régi negyed bejáratához. Meg kell állítanunk Smallt, mikor kijön, mielőtt elrejtené a kincset. És akkor letartóztatjuk Validen és Durgadas meggyilkolásáért. Élete hátralévő részét az Andaman szigeteken fogja tölteni. Jaj, ne! Mesélj neki a lábadról! Letépték egy folyóban. Valamiféle víziszöncápa vagy krokodil. És akkor elfertőződött a szemem is. Egy napon csak úgy kigurult a kezembe. Jézusom! Istenem! Ne! Nos, akkor magatokra hagylak titeket. Biztosan van, mit megbeszélnetek. Viszlátnál! Ali, várj! Ne menj el! Kérlek! Mondd, milyen érzés halottnak lenni? Tudod, hihetetlen dolog, hogy még mindig benne lehetek mindenben.
Tetszik? Ali. Jonathan Small. Te megszegted az esküdet. Tudod, hogy mi következik? Az átok. Igen. Az átok. Igen. Örülök, hogy látlak. Megtennéd azt a szívességet, hogy előbb meggyűjtöd a pipám, és csak utána ölsz meg. Boldogan, kapitány. Akkor most visszafekszem, és végignézem a vörös és aranysárkány utolsó nagy verekedését. Az éjjelből a nappalon át, és ismét az éjjelbe aludni fogok, és ura leszek az álmaimnak. Gyere, egy jó erős szívást. Szívd le egészen a szíved mélyéig, amennyiben van szíved. Isten kegyelmezzen meg lelkednek. Ezt hét, siessen ember! Túljártak az eszemen. A legrosszabbat gyanítom. Jól van a hölgy? Elkábították. A teáskanna még az asztalon volt. Egy jó adag ópiummal ízesítve. Pár óra múlva magához tér. Nos? Nos, elkapta Johnsont? Nem, nem, elmenekült, nagyon gyors futó, de aggodalomra semmi ok, utána küldtem az embereit. Az összeset? Beleértve azt is, aki a dokkot figyelte? De Watson itt volt, nem igaz? Ha oda tekint Lestrade, látni fogja, hogy Watson eszméletlen, biztosan elkábították ugyanazzal a teával. Nos, nem történt semmi baj, mármint úgy látom, minden rendben. Tökéletes rendben a gyilkos számára. Az elkábítás kiváló elterelés volt. Időt adott Smallnak, hogy besurranjon és meggyilkolja Sinclair-t. Sinclair meghalt. Vizsgálja csak meg, lélegzik? Ez nagyon kellemetlen, Holmes, remélem tudja. Pont itt az orrunk előtt történt meg. Mi történt? Magánál van, barátom. Azt hiszem, Jézusom, elaludta. Az a disznó alak ópiumot tett a teáskannába. Iréne! Kellemetlen élmény egy ifjú hölgy számára, de korán sem végzetes, nos? Nos, Holmes, tévedett. Sajnálom. Erőszaknak itt semmi nyoma. Nincsenek tűnyomok, vagy bármi ehhez hasonló. Ezt az embert nem gyilkolták meg. Megint. Mit jelent ez? Miért zsarnokoskodhatott felettük egy pár darab papír? Holmes, ugyanazok a tünetek, mint rossz őrnagynál. Nézze csak! Vér. Ismét egy tüske. És ezt a pipa szárába dugták bele. Egy jó mély szívás, és beszívta a szájába. Watson, vigye mi Sinclair-t és kísérje le a dokhoz, majd keresünk egy rendőrt, aki elviszült a Baker Street-re. Lestrade, nincs vesztegetni való idő. Igen. Gyerünk, ember! Igen, de hová megyünk? Emlékeztetném Lestrade, hogy Small bevégezte munkáját. De jó ég! Igen, a kincs! Igen, hívassa ide a gőzösét. Negyed óra múlva várjanak ránk a doknál. Small valószínűleg egy csónakban lesz, de azért így is elég szoros verseny lesz. Pihenjen. Pihenjen csak. Apa. Apa. Én vagyok itt. Kérem, adjon tanácsot. Örömmel. Úgy érzem, szerelmes lettem. Nos, még nem voltam önnel? Akkor is. Mély benyomást tehetett önre. Bizony.
Nagyon mélyet. És miért szereti? Nagyon ritka. És igen kedves. Kedvesség az olyan régi módi. Ez a szokás időről időre visszatér, mikor legkevésbé számítunk rá. Hogy hívják? Hogy hívják? A neve John. John. Ó, kedvesem. Túl nagy előnnyel indult Holmes, és semmit sem látok. Sose fogjuk elkapni. Muszáj elkapnunk. Rakjanak még rá emberek. Elkapjuk még, ha a hajót is eltüzeljük. Őrmester, tartania kell az irányt délre, délnyugat felé. Ezzel az áramlással. Délre, délnyugat felé, uram. Small legjobb esélye az, ha a kincsel együtt jut ki az országba. Amennyiben megtaláljuk, mielőtt hajóra száll. Miért vagy biztos abban, hogy a tengere menekül el? Lestrade, ez egy szigetország. De honnan tudja, hogy melyik kikötőbe indult? Melyik hajóra szállt fel? Miközben a valódi Fung Ching vigyázott Sinclairre, én a legnyomasztóbb kikötőnkbe mentem. Ott egy fontért bármilyen információt megkaphat az ember. Az emberek hajlamosak emlékezni egy féllábú emberre, aki egy dörpével együtt. Egy Gloria Scott nevű hajó foglaltak helyet, mely Greenwichben vár rájuk. Kormányozol a csónak mellé. Igen, uram, rendben. Közelítsétek meg. Dobjátok át a kötelet. Rajta, mozgás, mozgás. Hopkins, kövessen. Igen, uram, követem, uram. Jonathan Small. Letartóztatom Alistair Ross és Neville Sinclair szándékos meggyilkolása miatt. Igen. Gondolom, az ő haláluk valóban az én lelkemen szárad. Az Isten szerelmére ember. Elsüllyedt. A tengerben van a láda. Igen, ott. Ki maga? Sherlock Holmes vagyok. Maga itt az ész.
Tudtam, hogy nem ő. Remek versenyre késztetett, Mr. Holmes. Viszonzom a bókját, Mr. Small. Válaszolni egy-két kérdésemre? Igen. Szeretnék valamiféle beszámolót hátrahagyni az ügyről. Nem akarom, hogy közönséges gyilkosként emlékezzenek rám. Ki volt a cinkosa? Tonga. A törpe? Ő segített megszöknöm az Andaman szigetekről. Remek fickó volt, ravasz kis ördög. Nem tudtam megölni Rost, míg nem tudtam, hol a kincs. Tonga egész nap a fán ült és figyelt, míg meg nem tudta. Akkor kicsaltam magukat a szobából, és Tonga megölte. De ki segített magának? Ki nyitotta ki az ablakot? Ki szedte fel a tűt? Senki. Elboldogult. Úgy érti, senki sem segített magának a házon belül? Nem, persze, hogy nem. Ki nyitotta ki az ablakot? Fogalmam sincs, miről beszél neki. Mi volt az átok? Aki megtörte az esküt, a társak keze által hal meg. És hogy a saját eskü része a halott mellkasán nyugodjék. Tehát ezért tette St. Clair papírját a testére? De nem tettem. Nem tette? Nem. Egyszerűen szívott egyet és meghalt. A feszületet a földön hagytam. Nem maga ölte meg? Nem. Nem, erre esküszöm. Jesszusom, ember! Mit művel? Úristen! Leszúrta magát! Munkám bevégeztetett. Méghozzá jól. Hol az én feszület része? Nem hozta magával? De igen. Kérem, adja ide, Mr. Holmes. Hadd halljak meg alatta, mint a többiek. A buta férfiak triumvirátusa. Igen. A kapzsiság véres jele. Nyugodjon békében. Igen. Elmondta, amit tudott. De ez nem elég. Van valami más is. Valami több. Mr. Johnson? Hol van Holmes? Itt nincs senki. Mármint mindjárt jönnek. Jobb is így. Ön az, akivel beszélni szeretnék, Miss. Ó, igen. De miről? Azt akarom, hogy segítsen. Hogyan? Ne itt bent, Miss. Mindjárt itt a rendőrség. Ugye tudja, hogy engem keresnek? De tőlem mit óhajt? Van másik szoba is, ahol elbeszélgethetnénk úgy barátilag. Ez itt megteszi! Megbocsájtanak egy percre, uraim. Szeretném megnézni Miss St. Clair-t. Holmes, már egy órája egy szót sem szólt. Már csak Birdie Johnson kell elkapnunk, és lezárhatjuk az ügyet. Valóban? Nekem ez túl nyilvánvalónak tűnik. Én semmiféle következtetésre nem jutottam. Én igen. És most helyesnek bizonyult. Vegye sorba a tényeket, Holmes. Johnson mindkét gyilkosságnál jelen volt. Ő tartja nyitva az ablakot a házban, így segíti a törpét. Elcsalja a rendőröket az ópiumbarlangból, így segíti Smallt. Be kell látnia, Holmes. Most az egyszer kicsit magánőt haladok. Mi ez a zaj? Ez Lestrade győzelmi kukorékolása volt.
Hogy van, Miss Sinclair? Nos, elaludt. Meg kell mondanom, hogy igen ideges vagyok. Az a szerencsétlen fickó teljesen kiborított. Small, ugyan miért? Szerintem az igazat mondta. Tényleg? Ugyan már? Nos, már várni fogják a vallomásunkat a Scotland Yardon. Watson itt maradhat a ládával. Talán eléggé biztonságban lesz a nagy detektív otthonában. Iréne, csodálatosan néz ki. De hogyan tudod? Köszönöm, John. Ez a ruha az anyámé volt. Különleges alkalomra tartogattam. Különlegesre? Hát itt van. Kedvesem, biztos jól érzi magát. Az ópium. Teljesen magamnál vagyok, John. Nyissa ki. Iréne, valamit el kell mondanom az apjáról. Előbb nyissa ki a ládát. Nos, miért ne? Épp elég szörnyűséget láttunk már a mai estén. Öntse ki a földre. Szeretném szanaszét látni. Ó, Jézusom! Ez egy gyönyörű darab. Tegye le! Iréne, azt mondta, a ruhát különleges alkalomra tartogatja. Miféle alkalomra? Ha valóra válik egy álom. Nem, ez nem helyes. Meg kell mondanom, kedvesem, az apja meghalt. Ez a különleges alkalom. Kérem, nem tudja, miket beszél. Talán le kellene feküdnie. Azt hiszi, megbolondultam? Túl sok megrázkodtatás egy ifjú hölgynek? Ó, John. Amint besétáltam az ajtón és belenéztem a szemébe, tudtam, hogy meg tudom tenni. Micsodát? Rávenni magát és Mr. Holmesot, hogy segítsenek megszerezni a jogos tulajdonomat. Most álmodom? Ettől majd felébred. Igen. Én nyitottam ki az ablakot a Pondicherry házban. Én vettem ki a másik tüskét rossz őrnagy nyakából, és tettem az apám pipájába. Annyira reszketett a kezem, hogy azt hittem, biztosan megszúrom magam vele, és meghalok. De addigra már tudtam, hogy a világon semmi sem tarthat vissza. És most megölöm magát. És elveszem, amit megnyertem. Maga nyomorult boszorka! Ne is remélje, hogy sikerülhet. Azt hiszi, ha Holmes visszajön és rátalál a holttestemre, nem jön rá, hogy mi történt? Nem hinném. Birdie Johnson volt olyan kedves, hogy nemrég felkeresett. És magamra vállaltam, hogy megöljem. Az ágya alatt van. Mikor ideér a rendőrség, a következő látvány fogadja majd őket. Johnson idejött és betört a pincébe, hogy ellopja a kincset. Dulakodás volt. Maga leszúrta őt, ő lelőtte magát, valaki meghallotta a lövést. És belépvén egy láda kincset talált. És mi lett az ifjú hölgyel? Ő eltűnt a ködben. Eszét vesztette az apja halála miatt. És mert látta, hogy meghalt,
A szerelme is. Maga egy szörnyeteg. Ön pedig egy tündér. Maga volt a legjobb szövetségesem. Maga nélkül nem sikerülhetett volna. Igen. De sikerült. És a segítségemmel olyan nyomorult lényt csinált belőle, mint maga. Nos, ha az érintése számomra is olyan végzetes, mint másoknak, akkor adjon egy utolsó csókot, a kimondhatatlan gyűlöletét. És hagyjon meghalni. Jöjjön be, Mr. Holmes. Egyedül van? Igen. Lestrade-et előre küldtem a holttesttől. Kié volt? Smalley. Small meghalt? Nos, be kell vallanom, hogy a változatosság kedvéért rám mosolygott a szerencse. Miért jött vissza? Kíváncsi vagyok. A tőröm elmozdította a tőröm a helyéről. Szükségem volt rá. Johnson látta, amikor kinyitottam az ablakot a Pondicherry házban. Tehát megölte szegény Johnsont és Watsont is. Úgy látom, nem aggasztja túlságosan. Mert ön túlságosan is lenyűgözi, és semmi másra sem tudok gondolni. Én magát mindentudónak hittem, Mr. Holmes. De mondja csak. Valószínűleg nem csak az árult el, hogy elmozdítottam a tőrét. Nem. Nem, ez csak a végső lökést adta. Ha az ember kizárja a lehetetlent, akármi is marad, bármilyen hihetetlen is, csak is igaz lehet. Voltak mások is a szobában, mikor Ross meggyilkolták, de csak is maga ölhette meg az apját, amennyiben Small az igazat mondta. Én raktam a nyilat apám pipájába a maga óra alatt, de maga azzal volt elfoglalva, hogy a kínai jelmezét mutogassa Watsonnak. Hol követtem el a hibát? A feszület. Nem kellett volna az apja testén hagynia. Small felelősséget vállalt a haláláért, de esküdött, hogy nem tette rá a papírt a holttestre. Nos, senki sem tökéletes. Magának majdnem sikerült. Különben miért fordult hozzám? Mikor megkaptuk a feszületet, apám mindent elmesélt nekem. Rájöttem, hogy milliókat érő ékszer van három őrült birtokában. Velük nem versenyezhettem. Ezért eljöttem a nagy és híres detektívhez. Gondoltam, hadd keresse ő meg nekem a kincset. Még én minden lehetséges megteszek, hogy beváltsam az átkot. És most vége van. És csak egy ember állja utam a kincshez. De nálam pisztoly van. Húzza meg! Rajta, Miss Sinclair. Nagyon kérem. Lőjön le! Ismét hibát követett el. Ez Watson rajtpisztolya. Futóversenyeken szokott segítkezni. De csak vaktöltények vannak benne. De ő... Elájult. Érthető ilyen körülmények között. Watson, gyerünk, Watson, keljen fel, öregem. Mi? Hogy? Ó, Jézusom. Jaj, elvágta a kezét, barátom. Ó, Istenem, sajnálom, tönkretettem a laboratóriumát. Istenem, az a lövés. Nos, Mr. Holmes, gratulálnom kell önnek.
És most vajon mihez kezdjek? Gondolkozz és hallj meg. Lestrade pár perc múlva itt van, és akkor elviszi. Lehet egy utolsó kívánsága a rabnak? Mit akar? Hadd viseljem az egyiket. Csak míg ide ér a nyomozó. Miért ne? Köszönöm, Mr. Holmes. Így már boldog vagyok. Maga egy abnormális lény, Miss Sinclair. Abnormális? A bosszú az emberi természet része. Bosszú a saját apján. Tönkretette anyámat. Pisztollyal? Tőrrel? Nyillal? Kapzsisággal. Ópiummal. A vég, a halál. Mi az az ópium rabság utolsó fázisához képest? A természet maga lesz az ember hóhérja. Lesújt szerencsétlenre. Felkutatja minden vénáját, minden ideget pattanásig feszít. Tüzet rak az agyban, és a szívben a kínok tömegét halmozza fel. A vonat kereke alá vetette magát. Valóban abnormális vagyok, uraim. Az ügyet lezárta. Lestrade felügyelő, hál' Istennek. A komikus vég. Ej! Ki hitte volna? Holmes, honnan tudta? Mindegy, majd később elmondja. Hopkins? Igen, uram. Tegye az ékszereket vissza a ládába. De jó ég! Tartsa meg a véleményét, Hopkins őrmester. Nos, megvan a kincs, megvan a gyilkos, és megvan ez. A Buckingham palotából. Ő felsége Victoria királynő India uralkodója holnap 10 órakor fogadja Lestrade felügyelőt, hogy kifejezze személyes háláját, és átvegye tőle Agra páratlan kincsét. Gratulálok! Köszönöm, Holmes, köszönöm. Természetesen tájékoztatom ő felségét az ügyben nyújtott segítségéről. Nos hát, ifjú hölgyem. Van egy hulla a szomszéd szobában. Birdie Johnson. Hopkins. Holmes, mit írjak a jelentésemben? Majd mindent elmagyarázok az út közben, felügyelő úr, akár jegyzetelhet is. Rendben. És ha holnap találkozik a királynővel, szóljon az öreg lánynak, hogy vigyázzon. Hogyan? Átokül a kincsen. Már eddig is tönkretett mindenkit, aki megérintette. Kezdve attól, hogy a leprás magával vitte Agrába. Hogy? Maga szerint bajt hozhat ő felségére? És a brit birodalomra is? Adja át neki, és meglátja. Az arca olyan... Melyért érdemes lenne meghalni. Nos, kedves barátom, már nincs mit mondani vagy tenni. Egy nap el lehet majd mesélni a történetet. De addig hozom a hegedűmet. És fél órára igyekszünk elfelejteni embertársaink gyarlóságát. Hál' Istennek, hogy vége a hosszú éjszakának. De kétlem, hogy még egyet eltöltök itt a Baker Street-en. Watson, ne menjen el. El fogok veszni maga nélkül. Barátom. Nos,
Uraim, bocsássanak meg! Mordehajsz biszkapitány vagyok. Magas Sherlock Holmes? Az vagyok. És ő a legjobb barátom és kollégám. Dr. Watson. Biztosan fáradt lehet, kapitány, hisz ma reggel érkezett meg Szumátra szigetéről. Nos, igen, de... hogy? Nem számít, uram. Halljuk a meséjét, hisz láthatóan szörnyen fél. Félek? Igen, Mr. Holmes. De nem őrültem meg. Mert ugye őrültnek innen, ha elmondanám, hogy láttam egy óriás patkányt. Egy patkányt, mely akkora, mint egy nagy kutya. A hajó orrából bújt elő ma reggel, miután kikötöttünk, és eltűnt a nyomornegyedben. És a szájában tartott. Dr. Watson, kérem, nem élesztené fel ügyfelünket. Látni fogja, hogy namíbiai lázban szenved. Gyerünk, Watson, indul a vadászat. Ha, 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 ha